Kivágják a Tiszafát a Deák téren, erről is döntött ma a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság. A tagok összesen két napi rendi pontról tárgyaltak a csütörtöki ülésen. A tér belső sétánya is megújul, a nyomvonal kivitelezésénél azonban problémát jelent a növény, hiszen az eredeti tervek szerinti járda útjában van. A mai ülésen Cirákiné Pakulár Judit, a városfejlesztő ügyvezetője ismertette a tervező által javasolt megoldásokat. Ezek között szerepelt, hogy módosítják a nyomvonalat, hiszen a burkolat még nem készült el, így van erre lehetőség, és az kikerüli a Tiszafát, vagy az eredeti terv szerint zajlik tovább az építkezés, és a növényt eltávolítják. Az ülés némi vitát hozott, hiszen Bizzer András alpolgármester sérelmezte, hogy a problémáról nem lett időben tájékoztatva a város főépítésze, míg Fodor Csaba, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke arra világított rá, hogy nem ez az első olyan projekt az előző városvezetés regnálásának idejéből, amelyben komoly tervezési hibák vannak. Éppen ezért arról is döntöttek a tagok, hogy a jövőben ilyen esetekben az önkormányzat kártérítést kér a tervezőtől. A bizottság végül egyhangúlag fogadta el az előterjesztést, így az eredeti nyomvonalon zajlik tovább a munka, a fát pedig kivágják.